Virágok és mécsesek a sírokon, már most sokan látogatják a temetőket, keresik felszeretteik nyughelyét minden szentek és halottak napjához közeledve. 2024-ben minden szentek ünnepe három napos hosszú hétvégére esik, ugyanis november elsője jövő hét pénteken lesz. Ezért a Sátoralja újhelyi városi köztemető üzemeltetését végző cég arra számít, hogy a legnagyobb forgalom ekkor lesz a sírkertben. Éppen ezért több dologra is felhívja a temető látogatók figyelmét a cég vezetője. Az elmúlt hetekben megnövekedett már a forgalom, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb tömeg az a hosszú hétvégére 31-e, 1 második, 2 3-ára fog esni. Ilyenkor megnövekszik a temető látogatók száma, ezért kérném azt is, hogy egymásra is jobban figyeljenek oda a temető látogatók. A sírkövek és sajnos nem a megfelelő állapotban van, tehát ne támaszkodjanak rá, borulékonyak ezek a kövek, és veszélyes lehet. A temető ilyenkor csúszik, az eső, illetve a párás idő miatt erre is kérném, hogy jobban figyeljenek oda. Schneiderné Dudás Mária közbiztonsági szempontból és a megnövekedett forgalomra való tekintettel arra is felhívja a temető látogatók figyelmét, hogy senki ne hagyjon őrizetlenül a sérakon értékeket táskákat, valamint szintén a nagy forgalomra való tekintettel kéri a szemét tárolók ürítésével kapcsolatban mindenkinek a türelmét, amint elmondta, igyekeznek folyamatosan üríteni azokat, azonban a szokásosnál jóval hamarabb megtelnek ilyenkor. Az ügyvezető arra is kitért, hogy ezeken az ünnepnapokon autóval csak indokolt esetben lehet behajtani a temetőbe. A temetőben a hosszú hétvége alatt csak indokolt esetben lehet autóval behajtani. Kollégáink itt lesznek a temetőkapuban, és ők fogják felügyelni ezt. Veszélyes sajnos nagy tömeg esetén behajtani. Keskenyek az utak, és nem is mindegyik járható néha autóval. Amennyiben valaki messziről érkezik, vagy régen járt a sátoralja új helyi köztemetőben, és nem emlékszik pontosan arra, hogy hol található elhunyt szerette sírhelye, érdemes efelől még a temető látogatást megelőzően információkat kérni. Ezt az ünnep előtt munkanapokon telefonon lehet megtenni. Ezzel összefüggésben pedig érdemes odafigyelni a hozzátartozók sírhelyének megváltására is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a temetőben a sírhelyek megváltási ideje az 25 év. Tehát akit 25 évvel ezelőtt vagy még régebben temettek, annak a megváltási ideje aktuális is esedékes. Az urnafalak pedig 10 évre szólnak, tehát 10 évente kötelező megváltani. Sajnos értesíteni csak ilyen módon tudunk bárkit, hogy kitesszük a temető temetőkapuba, vagy így a televízió által. Tehát erre mindenkinek a saját szerettei sírjáról magának kell gondoskodnia. A sátoralja új helyi köztemető ezeken az ünnepnapokon egészen késő estig, sötétedés után is látogatható. Hagyományosan november 1-én délután a történelmi egyházak képviselői ökumenikus istentisztelet keretében emlékeznek majd meg az elhunytakról.